A szentnek városa pusztasággá Sion, és árván maradt Jeruzsálem. A te szentségednek és dicsőségednek lakóháza, ahol atyáink téged dicsőítettek. Roráten, célidés szuper, et nubes fluant justum. Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr Jézus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, szombat este lévén, már vasárnapról, advent első vasárnapjáról mondjuk a Szentmisét, amivel igazából kezdődik az új egyházi évünk. A maga gazdagságával, amire majd hát időnként visszatérünk, vagy ráfeledkezünk. A püspök atya szándékára ajánlom fel ezt a mai esti szentmisénket, amely után majd a kültéren a gyertyagyújtások ünnepélyes formában történik, és azután pedig a hangverseny követi. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak, a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ismeritek az időt, itt az óra, hogy felébredjünk álmunkból. Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk. Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik, ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásokban és érzékiségben,
ne civakodva és viszálykodva. Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust és a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyak szerint cselekedjetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és üdvösségedet add meg nékünk. Halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: amikor az emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férhez mentek, egészen addig a napig, amíg a Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, amíg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őről a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Virasszatok teát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virasztana és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Legyetek tehát is, ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, advent hajnalán, nyugodtan mondhatom talán így, szombat esti szentmiséinkben, de az első adventi vasárnapon is. A gondolat, ami engem foglalkoztatott, illetve most is igazából foglalkoztat, amit szeretnék, kedves testvérek, kedves híveim felé is elmondani, hogy igazából ez az advent, mert azt jó mindig tudnunk, hogy advent az nem egy külön ünnep. Az nem önmagában való esemény. Az egész mondani valója a karácsonyra utal. Azt akarja a nagyszerű pedagógus az egyházunk. Hosszú időn keresztül kialakult gyakorlatai nagyon szépen, koncentráltan vezetik a ráfigyelő, hívő embert arra, hogy merre járjon, vagy hogyan csinálja, hogy igazából a legfontosabbat el ne tévessze. És így az advent a karácsonyt fogalmazza már. Nem így nevezi, de a megváltó születésének a méltó megünneplését szeretné előkészíteni, mert számára Jézus Krisztus mindent meghatározó. Nem esemény, hanem valaki számára az Isten fia. Testvérek, hát erre való készületünkben nagyszerű eligazítást ad nekünk Izaiás próféta, a mai olvasmányban azt mondja, hogy menjünk föl az Úr hegyére. Testvérek, a templom az Úr hegye. Az ószövetségi Krisztus előtti hosszú évszázadok igazából nagyon szépen fogalmaz Izaiás, hogy menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, az Isten házához. Többször menjünk el az Isten házához. Újra és újra menjünk el Isten házához.
A hajnali miséken menjünk el az Isten házához, mégpedig azért, hogy az Isten taníthasson útjaira. Hogyha az Úristen ad eligazítást, ha és mi őrá figyelünk, akkor azon az úton fogunk járni, amelyiken a Messiással találkozhatunk. Hogy és ösvényen járhassunk, úgy tanítson bennünket. Az Úr Jézusnak ezzel rokon megszólalása több helyzetben is, de áll az, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, az Isten jerezte utakat kell járnunk. Advent ebbe segít be nagyon szépen. Hogyha az Úristen gondolatait hallgatom, majd hiszem, hogy az idei adventen is nagyon szépen leszünk a hajnali szentmiséken. Mindig épülök, én, aki gyakorlatilag minden reggel együtt vagyok a híveimmel, akik be az ő programjukba, nem egyszerűen programként szerepel az, hogy reggel 6 órás szentmisérrel érkezzenek, sokkal többről beszél az. Mindig újra és újra örülök, és tisztelettel adózok azok felé, akik ebben a sokkal kényelmesebb, vagy néha zavarosabb korban úgy tudják indítani a napjukat, hogy fölmegyünk az Isten házába. Úgy, ahogy ezt már az Ószövetség is mondja, ha Istennel akarsz találkozni, menjél föl, hogy eligazítson az utadon, hogy ne kerge utakat járjál, ne keresgésd azt, amit esetleg mondanak, jól, rosszul, de inkább rosszul, annyiszor, akik úgy megszólalnak az emberi közösségek felé, és hogy az ő ösvényein járhassunk, mert az Isten jelezte ösvény, azaz üdvösségre vezet. Mert azt mondja, menjetek föl a templomba, mert Sionról jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úr tanítása. Kedves testvérek, olyan szépen benne van, hogy miről van szó. Sionról jön a törvény, 10 parancsolat Sínai hegyen. Ezeket mind nagy vonalakba tudjuk is. Istentől jön a törvény. És az megnyugtató, hogyha éppen a napokban olvastam, amit múltkor már idéztem, vagy legalábbis próbáltam idézni, jó-rosszul, hogy egy nagyon jeles professzornak a nagy cikkébe ott volt, hogy ne, annyit magyarázunk sok mindenről, egyszerűen az Isten törvényét kellene megtartani. Akkor nem volna olyan nagy baj. Az, hogy avan benne írt, ő idézte, hogy ne lopj, azt mondja, nem magyarázza. Az egyszerűen ez kell. Hogy az Istennek a szavát hallgassuk. Újra és újra, mind jobban belénk épüljön. És Jeruzsálemből jön az Úr tanítása. Hát nagyon jól tudjuk azt, hogy Istentől, Jeruzsálemen keresztül az Úr tanítása, a Szentírás, az evangélium. Töményen Izaiás próféta eligazít bennünket 2013 adventjén, hogy miért legyünk fegyelmezettebbek, miért tudjuk úgy rendezni a dolgainkat, hogy a Sion hegyére, Isten hegyére újra is elmenjünk a templomába, mint többször odaérkezünk, hogy hallgassuk az Úristen szavát és gondolatait, hogy el ne tévedjünk és az igazi ösvényen járjunk. Kedves testvérek, nem is akarok többet mondani, csak Izaiás szerettem volna egy kicsit közelebb hozni. Az ószövetségi profétákat többször is megidézi majd az egyház az adventi időben, akkor egy kicsit talán ezeket az ízeket merjük észrevenni és beépíteni, vagy talán már most úgy indítani, hogy a folytatásban ne legyen nekünk idegen, vagy nagyon ritkán látogatott hely az Isten hegye, az Isten háza. Oda szívesen tudjunk elmenni, hogy el ne tévedjünk utainkon, és az igazi ösvényen járjuk, ahonnan
az Isten szava és törvénye hitelesen érkezik el hozzánk. Isten segítsen bennünket, hogy ebben az adventban is valahogy szinte Izaiás jelölte úton járjunk, hogy méltóképpen készítsük elő a magunk lelkében is, családjunkban is, közösségeinkben is, ott, ahol lehet és tehetjük a karácsonyra való előkészületet, amelyik nem más, mint Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a születésére való készülődés, méltó készülődés. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, a szentek egyes, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Add, Urunk, hogy mindig készen legyünk eljöveteled napjára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a világ népei békességben éljenek, és eljöjjünk közénk a te országod. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segíts, Urunk, hogy elhagyjuk a sötétség cselekedeteit, és a világosság fiai legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el, Urunk, vigasztalásoddal a szenvedőket és az elhagyatottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmazz, Urunk, mindazoknak, akiket készületlenül ért számadásra hívó szavad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, dicsőséges eljöveteled által teljessé teszed megváltásunkat. Kérünk, részesíts minket most kegyelmedben, és egykor örök dicsőségedben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Szolgáld fölségedben, jöjj el és szenteld meg, ó kegyelmes üdvözítünk. Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat bánatod gerjesszen bűnös szíveinkben. Ó, segíts meg imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jó téteményedből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkedben. Emeljük föl szívünket. Felelt, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött,
teljesítette a kezdettől fogva a neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor a dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőségedbe tölti a mennyed és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét, mert tiéd az ország. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béké jelével. Elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hálékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Nagy szentség valóban, ezt imádjuk legjobban. Mert az Isten gazdagsága bűnös lelkek nagy váltsága. Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat,
amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük és az örökké valókhoz ragaszkodjunk. Krisztus a mi Úrunk által. Kedves testvérek, fogadjátok a befejező áldását misénknek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Hív minket most egy tiszta szó, szívek homályán átható. Hagyjátok el már álmotok, az égből Krisztus rá.